A műsor elkötelezett támogatója a Korzó. A műsor támogatója a Dr. Rose Magánkórház. A műsor támogatója a Future Health Biobank. A műsort támogatta az Orszívó Porszívó és annak új modellje a Baby Zsepi gyártója. Félek is kicsit. Nem szeretném, hogy a picinek baja legyen. Most már biztos, hogy nem lesz baja. Hát remélem. A legjobb kezekben vagy. Remélem. Nem véletlenül tartottak bent. Gondolom, nem így képzelted. Hát nem nagyon. De nem baj, a lényeg az, hogy neki jó legyen. Természetes szülésre készültetek, ugye? Igen, arra, mert ugye fejvégű, szóval be van fordulva. Csak hát sajnos az NST-ke mutatott eredmények nem lettek a legjobbak, és így azt mondták, hogy akkor császár. De nem bánom, mert igazából ugye Valentin nap is van, úgyhogy szerintem ettől nagyobb ajándék számunkra nem is kell. A mai napon végre család leszünk. Még reggel is beszéltem a doktor úrral telefonon, és azt mondta, hogy a férképet stagnált, akkor megetetnek, akkor megint megnéznek, és aztán úgy volt, hogy délután 5-kor döntenek újra. De akkor valószínűleg nem javult a vérképed, a hemoglobin szint azzal változott. Ugye, igen, meg hát az NST sem lett a legjobb, ugye? Most sem hiába ettem, úgy egyszer-kétszer ugye mocorgott, de nem nagyon akarta az igazat. Gondolom, te is nagyon izgultál az Adriért. Ugye éjszakás voltam, reggel jöttem haza. Aztán négyből jöttem lefelé hozzá. Nem aludtál egy percet sem? Aludtam pár óra. Nem pár óra. 12 óra után azért kevés volt. 11 nappal vagyunk a elvileg kiírt időpont előtt. Igen. Hát, most már ez a gyerek kész van. Igen. Úgy tűnik, hogy jönni, akkor hát jöjjön. Te sót telefonált? Igen. Gondolom órákét? Hát igen, volt egy percenként. A tatabányai kórházban a szülésznő felteszi újra a tappancsokat Adri hasára. Gyorsan kikérdezem, mi történt délelőtt. Hát ugye reggeli délelőtt én estélyen volt tökéletes, és akkor megismételtük, ugye voltak laborjai, megismételtük az NST-t, és az nem volt. A laborjai rendben voltak, és az NST-jével volt, ami mindig volt, hogy belkerüljön a szülőszobára, és hogy megszülessen a bébi. Azt tudom, Adri, hogy egyszer csak fölhívtál, hogy mentek be a kórházba, és bent tartottak. Igen. Mit éreztél otthon? Hát ugye magas vérnyomással. Én akkor óta méregettem a vérnyomáson, éreztem, hogy húz a fejem, mérséget igazodásom volt, és ugye rászoktam arra, hogy napi kétszer-háromszor bentkerjem a vérnyomásomat. Aztán egyszer felugrott ilyen 140-re. Aznap ugye mentünk pont NST-vizsgálatra, és közöltem a doktor úrral, hogy magas a vérnyomásom. Ő mondta, hogyha a fejjel bugrik, akkor mindenféleképpen jöjjünk a kórházba, mert ugye ebből baj is lehet. És a legmagasabb, amit aznap éveste még megértem, az 145/116 volt. És akkor úgy döntöttük, hogy akkor nem várunk, nem kockáztatunk, mindenféleképpen ugye akkor jövünk. Adrinak jól esett a fekvés, de főleg aktív vajudásnál, természetes szülésnél szokták használni a vezeték nélküli NST-t. Kényelmesebb a késmenetnek, nem kell fáradoztatni. Ez egy ilyen trófeum. Kiállt az NST. Igen, nagyon szeretik, nagyon kényelmes. Ezzel akár sétálgatni is szoktak egyébként az anyukák a folyosón? Igen, nagyon szeretik, kényelmesebb, és most ez inkább nem lenne, akkor még komfortosabb lenne az életem. Hát szinte jól van. Pedig az a nem véletlenül. Történik, ami történik. A terhességi betegségei miatt döntöttünk, hogy befejezzük a terhességet. Erről majd kérdezem az orvost. Adri még visszafekszik kicsit, közben Luca ma körülbelül századszor izgulva hívja. Na, halló? Na, halló? Na, mi újság? Gondolom, előkészítik a műtőt, és akkor utána visszatenjem. Puszit meg helyettem is majd. Meg fogok puszíni. Ugyanúgy kijár nekünk majd az aranyóra, ugye először a Ricsi fogja megkapni,
erre a szörbőr kontaktra, igen. És akkor ugye utána engem összevarnak, kitolnak, és akkor már kapjuk ezt az aranyórát, ahol ugye egy kicsit együtt tudunk lenni hárman. Szia, izgulsz, mi te is? Ó, én nekem a könnyei kutyognak már. Ne sírjál, én is sírtam, meg sírdogálok is, de lassanként van a kis tökös. Érted, aggódik az egész család. Jó van, ne sírjál, nyugodjál meg, mindent. Időben tudni fogsz, meg majd kaptok fényképet is. Jó, könnyű mondani, hogy nyugodjál, mert csesz meg. Én már kettőt megszültem. Hát én tudom. Aztán majd találkozunk. Most az van, hogy szabályozások miatt csak a kirakja a kamerát tartja, ő mehet be, és én pedig kimaradok kicsivel, és várjuk a babát. Egyetem csak vagyunk, hogy te kirogatnád. Sziasztok! Szia, Fina! Doktor úr, mi az oka annak, hogy végül is Adriennél, aki egy 20 éves fiatal egészséges nő, és hüvei szűrésre készült, császármetszés lesz ma? Adrien 38 hetes terhesünk, régóta figyeljük az ő állapotát. A laborletei máj funkciós eredményei alapján terhességi mérgezés jeleit észleltük, és a terhesség befejezését tartjuk indokoltnak. Sok alapbetegsége is van. Vérhavadásgátló kezelést kapott a terhesség alatt, ő egy többszörösen rizikó terhes az osztályunkon. Mi ez a HELLP-szindróma? Mit lehet erről tudni? Miért veszélyes? Ez egy nagyon súlyos szövődménye a terhességnek. Anyai és magzati veszélyállapotot jelent. A dolgunk az, hogy rendszeres gondozással felismerjük időben ezt az állapotot. Ha ugyanis ezt az állapotot nem ismerik fel, vagy elbagatelizálják, akkor annak végzetes kimenetele lehet. De Adrinál már nem lehet gond. Kezdik a gerincérzéstelenítést, a műtős csapat közben bemosakszik, én pedig arról faggatom az orvost, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint milyen haszna lehet az őssejt levételnek. Már jó néhány betegség van, aminek a felhasználásában segítségünkre lehet, és azért azt gondoljuk, hogy a jövőben is sok olyan betegség kezelésében lesz az hasznos, amit most még nem is tudunk. Ez a vérvétel maga bakárára történik. Késői köldögzsemerellátást végzünk egyébként is, és a fennmaradó lepényben, zsinórban lévő vért gyűjtjük. És a zsinór pedig amúgy is úgymond kidobtuk volna, úgyhogy mindenképpen ez egy hasznos folyamat. Nagyon, nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, szeretjük őt is. Adrien fegyelmezetten ül a műtőasztalon, mivel nincsenek fájásai, maximálisan tud koncentrálni az anesteziológusra. Spinális érzéstelenítést kap. Ennek lényege, hogy az ideggyökök működését egy időre felfüggesztik, mégpedig úgy, hogy a gerinc felőtt körülvevő gerinc folyadékba érzéstelenítőt juttatnak. Adri ébren marad, de fájdalmat nem fog érezni. Nem lesz semmi baj, biztos, hogy kezedben vagyok is. Jó helyen. Ez a finish. Hát igen. Kilapoltatás megkezdődő. Pontosan. Csak pár perc telt el, és már szólnak is, hogy most segítik világra a kisbabát.
Richard, az ifjabb. Megszületett a fiad. Család lettetek, Adri. Annyira vártuk már ezt a pillanatot, és most végre eljött. Bent a köldökzsinórbért levették, és a köldökzsinór szövetét is elteszik tárolásra. Milyen erős. A buka is biztos erő. Hogy megnyugodott. Ilyenkor a nyákot ki se kell szívni az órából? Ha nincsen egyértelmű légúti akadályt okozó váladék, akkor nem kell. Akkor ez szépen most is felköhögte, és szépen utána rendezett haladt a légzése, és ezzel ő győz. Abból a szempontból is modern szemléletű lett a kórház, hogy inkubátor helyett az emberi, jelen esetben az apa, Ricsi testvérét használják a baba melegítéséhez. Egy kis csöpség. Szoktál arról álmodozni, hogy milyen apa leszel, vagy mit szeretnél, milyen apa lenni? Mit szeretnék jó apa lenni? Ez a legfőbb célom. Vagy jól menjél le. A műtőben minden rendben, már varják a sebet. Adrián arca most is sugárzik a boldogságtól. Hatalmas előny a mamának, hogy ébren lehet a császár meccés alatt, és ez jó a babának is. A legfontosabb, hogy a kismama ébren van a születéskor, és átérheti a szülés örömét, és szintén fontos, hogy így nem jut a baba keringésre akatószer, és sokkal előnyösebb állapotban tudik megszületni kiskorban. Hány réteget varnak ilyenkor, és miért van az, hogy különböző módon is lehet befejezni egy császárt, különbözőképpen lehet varni? A császárfetéses technikák közül mindegyiknek az előnyös tulajdonságait ötvözzük. Amiket 8-as öltésekkel varjuk, és igyekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy a második gyermeket nem spontán születhesse. Ezzel a varrás technikával vastagabb lesz a heg a méhen. Ez pedig növeli annak esélyét, hogy a következő gyereket hüvely úton hozhassa világra a kismama. Visszük akkor anyához egy pár perc, de csak hogy anyag adjon neked puszit, és aztán visszahozzuk ugyanígy ebbe a pózba. Gyere, kicsike. Jó, apának, hogy nyugodtan betapagoznak, hogy melegen maradjon a melkosa. Gyere, jó, 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 Mennyi? 360. 50 centi.
Csak a haját öblítik le vízzel, hogy a vér ne maradjon rajta, mivel elég nagy a haja. A testét nem fürdetik meg. Mindig így a könnyek hajlott, és mindig a kis fejét, hogyha veszélyhet, akkor megtámassza, jó? Ez táplálja az embert, hogy minden nap ide bejöjjön. Ez a boldogság, egy új élet, és az, hogy a szülők ennyire örülnek egy kis baba születésének. Ez mindent jelent számomra. Tehát nem azon, hogy megunják, megszokják, ez is csak egy munka. Én csak ezért nem mentem még innen el, de én nem imádom az újszülötteket. Meg a velük való munkát. Hát azért csinálom. Hát jól vagyok, most ugye a hasam az fáj, ezt érzem. Az sajnos fájni is fog egy darabig, de nem baj, megérte. Még egy 6 óra hossza, ugye addig nem kelhetek fel, de utána fölkelhetek, megkapom a picit is, úgyhogy egészen utána végig velem lesz. Kismamák, figyelem! Újra jelentkezhettek a műsorba a jönababa.hu oldalon.